Denegri Ibolya, az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke szerint az oktatóknak és nevelőknek fel kell készülniük az új kihívásokra. Fontos az, hogy új ismereteket, elmélet és gyakorlati ismereteket szerezzenek a pedagógusok abban, hogy hogyan lehet vonzóvá tenni az iskolát, az oktatást, és hogyan lehet tulajdonképpen népszerűvé és élményszerűvé tenni a tanítást. Zeisel Endre előadásából megtudhattuk, mit szégyel a magyarországi orvos genetikus. Időnként elszégyellem magam, amikor olvasom, hogy az alma nehézség lesz a pályától, mert ezt a parasztember már nyugodta tudta. Hát ugye, hogy a gyerek pedig mégis takasson, mint a szüleim. Az előadás során nem csak a genetika és a józan paraszti ész közös pontjairól hallhattak a pedagógusok, hanem a felelősségükről is. Mi nekünk magyaroknak nincs olajunk, nincs urániumunk, aranyunk sincs már, de tehetségünk az lenne. Tehát ez a legnagyobb természeti kincsünk, és hogy ezt a természeti kincsünket igazából kiaknázzuk, meg kell mondanom, ez döntően a pedagógusok kezében van. Benda József, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára a gyermekközpontú oktatás jövőjéről beszélt. A legnagyobb élmény az emberek számára mindig az, hogyha ővelük foglalkozunk személyesen. És az a kérdés, ugye, hogy egy nagy létszámú osztályokban hogyan lehet megoldani azt, hogy a gyerekekkel gyerekek úgy érezzék, hogy velük foglalkozunk. És ennek a technikája, módszere, trükkje az a kooperatív tanulás. A résztvevő pedagógusok szerint a konferenciának gyakorlati haszna is van. Az elhangzottakat az oktatásban is kamatoztatni tudják.